A tó menti nádason is látszik, hogy a korábbinál jóval kevesebb víz van a tóban. A mérések pedig azt mutatják, már 140 cm-re apadt a Velencei tó vízszintje, így 5 cm-rel megközelítette a tárgyidőszaki minimális szabályozási szintet. 18-án indul a vízpótlás. Ez egy fél köbméter per szekundumos vízeresztéssel kezdődik egy hétig, tehát 18-a és 25-e között a mostani vízhozamnál, ami a mederbe van, körülbelül a háromszorosa fog elindulni. Ez még valószínűleg a kerékpárútnak a szintjét nem fogja elérni, de 25-e után már másfél köbméterre kívánjuk felemelni ezt az intenzív vízeresztést. Ez ellenben biztos, hogy már a kerékpárutat el fogja borítani, és elég jelentős lesz a sodrása, tehát itt kerékpárral már az M7-es hídja alatt lehetetlen lesz átkelni, illetve baleset veszélyes. Ezért külön felhívnám most is mindenkinek a figyelmét, hogy ne induljon előző az útra, és főleg ne a strádán keresztül, mert ez életveszélyes. A vízpotlás várhatóan egy hónapig tart, és a vízeresztés időtartama alatt 3,6 millió köbméter vizet vezetnek bele a tóba. A vízpotlás a halászati és horgászati hasznosítókat, illetve az önkormányzatot is érinti, velük is már egyeztetett a vízügyi igazgatóság. A pátkai víztározóból érkezik, és itt fog átfolyni a Velencei tóba a víz. A szakemberek azt mondják, idén már nem lesz szükség vízpótlásra, elegendő mennyiségű víz lesz a Velencei tóban. A Fehérvár Televízió híradóját László Takács Krisztina tudósította.